a szívembe szóltál, kezedben tartod egész életem. Ahogy felézek rád reggel, s most gondolok este, hálálat van, mert olyan jó van Isten. Hűséget kísér az úton, végtelen szerelemmel adj el. Mikor visszanézek álltam, és éneklem, olyan jó vagy Istenem. Hűséget kísér a fúton,
Köszönjük, Uram, a jelenlétedet, köszönjük, hogy kiárasztottad a szellemedet, és mai napon is a szívünket átadjuk a Szentléleknek, Isten kezének, hogy használj bennünket, Uram, Istennek az igényének a hirdetésére, hallgatására, megcselekvésére, mert elismerjük, Uram, hogy csak Te teszel bennünket képessé az új szövetségnek a szolgálatára, és Te írtad fel a szívünknek a hústáblájára Istennek a törvényét, hogy Istennek az igazságába járva szolgáljunk Tégedet teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből. És Te árasztottad ki a Szent Szellem által a szívünkbe a személyed iránti szeretetet, hogy szeressünk Tégedet teljes szívünkből, lelkünkből és minden erőnkből. És köszönjük neked, Uram, hogy itt vagy most is közöttünk, ki van nyújtva a kezed, hogy megáldjad a jelenlevőket, nézőket, hallgatókat, hogy Istennek a szellemével megérintsed őket, és megszabadítsad őket minden teherből, és minden gondból, minden problémából, mert minden problémára van neked megoldásod, és te vagy maga a bajoknak a megoldója. És ezért segítségül hívjuk a te nevedet minden jelenlevő életére, nézőkre, hallgatókra egyaránt, hogy ebben a névben való hatalom és erő felszabaduljon, átjárja a szívüket, lelküket, elméjüket, gondolatukat, érzelmüket, fizikai testüket egyaránt, hogy az ördögnek a munkája megszűnjön rajtuk, bennük, és megszabaduljanak Isten országának az áldásaira, javaira, hogy nyilvánvalóvá váljon az, hogy te megváltottaid, hogy az Úrnak az öröme van a fejükön, ahogy megígérted, Uram, hogy a megváltottaknak a fején örökös öröm lesz. Add meg, Atyám, a Názáreti Jézus Krisztus nevében, hogy a szívükben fölfakadjon Istennek a kegyelmi ajándékai, és hogy örök életre szökelő vízforrásnak semmi akadály ne legyen az útjában, hogy elárassza belül a bensejüket, láthatatlan részüket, Istennek a gazdag kegyelme ajándékai, hogy megszabaduljanak minden olyan dologtól, értéktelen dologtól, amelyek a te igéd, Uram, rossznak, pejvának, értéktelennek ítél. És dicsőítsd meg a te hatalmas nevedet az életükbe, és szenteld meg őket a szentségnek a szellemével, és készítsd föl őket, Uram, a következő időszakra, hogy meg tudjon minden jelenlevő, minden hallgató, néző állni a te kegyelmedben, irgalmadban, az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében, minden körülmények között a te neved magasztaltassék föl, ő általuk is, az Úr Jézus nevében. Így legyen, ezt kívánom mindegyütök életében, hogy az Úr neve legyen felmagasztalva minden körülményekben, minden élethelyzetben, mert az Úr erre hívott el benneteket, hogy az életetekben nyilvánvalóvá tegye, hogy a szövetségnek, az Úrral való szövetségnek milyen előnyei és kiváltságai vannak. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy az új szövetség a Názáreti Jézus Krisztus vérontása által köttetett meg. És hiszem, hogy ez a vér az új szövetségnek a vére, amely az én bűneimnek az eltörlése ért és kiontatott. És hiszem, hogy Jézus vérébe vetett hit által igazul meg az ember, és kapja meg Istentől ingyen kegyelem által az igazságot, hogy az ember szíve, hívő szíve igazzá váljon. Isten ingyen, ki nem érdemelt kegyelmi ajándéka ból hitáltal. És én hiszek Jézus Krisztusban, hogy ő az én üdvözítőm, ő az én szabadítom, ő az én főpapom, engesztelő áldozatom, és hiszem, hogy az ő vére most is kegyelmet közvetít. És hiszem, hogy a fiúság szellemét megnyertem, és ezáltal mondom Istent az Atyámnak, és imádom őt szellemmel és igazságban, most és mindörökké, az Úr Jézus nevében. Amen. Amen, így legyen. Mielőtt helyet foglalnátok, kérlek benneteket, köszöntsétek egymást,
Rendkívül fontos, hogy a kapcsolatokban is békesség, szeretet és igazságosság érvényesüljön. Ezért fejez ki az ember társaid és testvéreid iránt is a tiszteletet, megbecsülést, és olyannak a kezét is fog meg, akinek a nevét nem ismered, és kívánj rá áldást az életére, munkájára, személyére. És foglaljatok helyet. Továbbra is názáreti Jézus Krisztusnak a személyiségéről szeretnék szólni, azért is, mert a jövőben eléggé gazdagon és új módon fogja megismerni Isten népe is, illetve a világ is a názáreti Jézus Krisztusban lakozó végére mehetetlen gazdagságot, illetve tisztségét, feladatkörét, mert nagyon sok feladatot még a jövőben fog megvalósítani a názáreti Jézus Krisztus. Ezért rendkívüli kegyelem és ítélet előtt is állunk egyben, mondjad a szomszédodnak, rendkívül kegyelem és ítélet előtt állsz. De azért az ítéletet szeretném elhagyni természetesen, de mint objektív lehetőség mindegyikünk előtt ez áll. És természetesen az a döntő, hogy mit választunk, milyen döntéseket hozunk az életünkbe, mit cselekszünk, milyen a kapcsolatunk természetesen az Úrral, a názáreti Jézus Krisztuson keresztül az Atyával, és ez természetesen döntően meghatározza a helyünket, hogy a jövőben hol talál bennünket Istennek a meglátogatása, Istennek a gigantikus egyetemes beavatkozása. Vagy kegyelmet közvetít, vagy pedig ítéletet közvetít az emberek számára. Tehát ez itt most a tét minden ember előtt, és azért jövünk össze rendszeresen, és hallgatjuk Istennek az igéjét, és természetesen nem csak hallgatjuk, hanem arra ösztönözlek benneteket, hogy meg is tartsátok, és cselekedjétek, és ennek megfelelően építsétek ki, és vezessétek az életeteknek a módját, stílusát, döntéseiket így hozzatok, hogy egyre nagyobb kegyelemben legyen részetek. A Jelenések könyvéhez tehát továbbra is nyissátok ki a könyveteket a 14. fejezethez, és a 14. verszaktól olvasom Istennek az igéjét, tehát 14. fejezet, 14. verszaktól, és látám, hogy ime volt egy fehér felhő, és a felhőn ül vala hasonló az embereknek a fiához, embernek a fiához, és a fején aranykorona, kezében éles sarló, más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül vala, indítsd a sarlódas aras, mert a földnek aratni valója megszáradt. Bocsátta azért, aki a felhőn ül, az ő sarlóját a földre, learattaték a föld, és más angyal jött ki a mennyből, mennybe való templomból, annál is éles sarló volt. Más angyal is jött ki az oltártól, akinek a hatalma volt a tűzön, kiáltott nagy szóval annak, akinél volt az éles sarló, és ezt mondta, bocsáss a te éles sarlódat, és szedd meg a te föld, meg a föld szőleinek a gerezdéit, mert megértek annak a szőlei. Bocsátta azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, földnek szőleit megszedé, veté az Isten haragjának a nagy borsajtójába, és megtaposták a bor sajtót a városon kívül, és vér jött ki a bor sajtóból a lovak zablájáig 1600 futamatnyira. Amen. Tehát az egyik legfontosabb ugye, jelkép ebben a felolvasott ige szakaszban az aratás. Az aratás nem csak itt szerepel, hanem számos írás helyen is szerepel. Az aratás, mint a bibliai jelképrendszernek egy nagyon fontos jele, amely nagyon fontos jelentéstartalommal bír. Az aratás többnyire a korszakoknak a végét jelzi, tehát a korszak ugye ajon, az egy hosszabb időtartalmat foglal magába, és ezeknek a lezárását, vagy lezárását célzó esemény sorozatot jelzik az aratások. És ezért rendkívül fontos, amikor a Bibliában olvasol, hogy az aratás, az mire vonatkozik, milyen szöveg összefüggésben szerepel
az aratás kifejezés. Evangélium világossá teszi, hogy az aratás ura nem más, mint maga a názáti Jézus Krisztus személye. Tehát nyilvánvalóan, hogy itt is a fehér felhőn, akin arany koszorú vagy arany korona van, az nem más, mint maga a názáti Jézus Krisztus, aki az egész aratásnak az ura, és az aratásoknak a levezetője, ő fennhatóság alatt fog megtörténni a jövőben is, a korszakoknak a váltása, korszakoknak a megszűnése, és új korszaknak az eljövetele. Mivel, hogy több szöveg összefüggésben található az aratás kifejezés, ezért több valóságra is vonatkozik. Az első legfontosabb, tudni kell, maga az Úr ünnepei is ezt nyilvánvalóvá teszik. Egyébként Isten az ünnepeket, ezt úgy nevezik, hogy Úr ünnep, mert nem nemzeti ünnep, nem a tradíciónak a következménye, képpen jöttek létre, nem is történelmi eseményekre való emlékezés, hanem olyan ünnepek, amelyek az Úrnak a látható világban, Isten népében való beavatkozásának az előrejelzései, illetve a történetét tartalmazza. Nagyon érdekes, hogy az Úrnak az ünnepei mind kapcsolatban vannak az aratással. A tavaszi ünnep is, a hetek ünnepe is, és az őszi ünnepek, amely a végső betakarítás jelenti. Tehát az őszi ünnepek is mind a betakarításra épülnek, és ez is azt bizonyítja, hogy az aratás, mint bibliai jelképrendszerben rendkívül fontossággal bír, és ezért még visszamenőleg szeretnék beszélni az aratásnak az első szakaszára, mert itt az aratásnak két szakaszát látjátok, hogyan egy első három verszak az egy külön válik a másodiktól, és ugye van még egy aratási korszak, amely az egyházra vonatkozik. Itt a 14. fejezetben található aratási szakaszok, ezek már nem vonatkoznak az egyházra, mert ugye emlékeztek rá, hogy beszéltünk arról már, hogy az a második, harmadik fejezetben a Szentlélek az egyháznak ad üzenetet, majd a 4. fejezetben, első verszakától fogva egészen a Jelenések könyvének a 22. fejezetének a 16. verszakáig az egyház nem szerepel, és ez nem véletlenül van így a Bibliában, mert azt jelenti, hogy a 4. fejezettől kezdődően az egyház már kikerül az Isten munkájának a középpontjából. Nem azt jelenti, hogy leváltja, hanem az egyháznak a beteljesedése, a célba futása, az igazi egyházról beszélek természetesen, az meg fog valósulni. Ezért ugye most nem akarom újra elmondani, az 5. fejezetben a názáti Jézus Krisztus milyen jelképszerűen jelenik meg az Atyának a dicsőségébe, ez nyitja meg a Jelenések könyvének az esemény sorozatát, de nyilvánvalóvá teszi ez a kép is, illetve ez a jelenet is, hogy ennek az egész korszakot lezáró esemény sorozatnak az ura a názáti Jézus Krisztus. Ezért az egész könyv nem más, mint a názáti Jézus Krisztusnak kinyilatkoztatása. És nagy hibát követnek el azok, akik a Jelenések könyvét úgy tanulmányozzák, hogy figyelmen kívül, hogy ez igazából a názáti Jézus Krisztusról szól. Egyébként is maga a keresztény élet is, maga a kifejezés, hogy keresztény vagy krisztusi, ugye abból a szóból származik eredendően, azokra az emberekre mondták ezt Antiókiában, akik Krisztushoz tartozó emberek voltak, úgy éltek, úgy gondolkodtak, mint Krisztus, és Krisztusnak a követői voltak, tehát krisztusi emberek, ezek felkent emberek voltak, és most is ilyeneknek kell lenni a keresztényeknek. Egyrészt Jézus vérével voltak felkenve, a másrészt pedig a Szentlélekkel és Szentléleknek a kenetével voltak felkenve. És így kell ez, hogy történjen, ezekben a napokban is, hogy a názáti Jézusnak a vérével kent fel Isten bennünket először, amely megszentel, megtisztít, megmos bennünket, utána pedig erre jön a Szentléleknek a kenete, Szentléleknek a gyümölcsei és a szellemben való élés. Tehát ez a második is. Ezt tesz lehetővé, ez által válunk alkalmassá, hogy szellemi emberként éljünk és szolgáljunk.
Itt még szeretném megjegyezni, hogy az Új Szövetségben, a Pál apostol leveleiben a keresztényeket három kategóriába sorolja. Egyik a testi keresztények, másik a pszichikai keresztények, vagy pszichikosz keresztények, a harmadik pedig a szellemi keresztények. Testi keresztények azok, akik ugyan vették a Szent Szellemet, de továbbra is testi életet élnek. A rómaiakhoz itt levélben azt mondja Isten igéje, ha test szerint élünk, akkor meghalunk. Tehát a cselekedetek fogják eldönteni azt, hogy az ember kegyelemben részesülik, vagy pedig Istennek az ítéletében. Tehát igenis, az üdvösség az nem egy olyan maradandó dolog, hogy bármit csinálsz, akkor is az meg fog maradni. Nem, hanem ez teljes mértékben a názati Jézus Krisztussal való közösségnek a függvénye, illetve az eredménye, gyümölcse az üdvösség. Ezért a názati Jézus Krisztussal való kapcsolatnak a megtartása egy életre szóló feladat. Tehát nem csak elkezdeni kell, hanem ennek megfelelően kell befejezni is a földi pályafutásunkat a názati Jézus Krisztussal való közösségben. És ha nem, ha test szerint élünk, akkor természetesen, akik test cselekedetei, ugye sokszor is van szó a Pál apostol leveleiben, nem öröklik Istennek az országát. Egyértelműen beszélhetnek hiperkegyelemről, erről, amarról, arról, ezek üres szavak, csacsiságok. Egyszerűen abból kell kiindulni, hogy az Istennek az emberei, apostol például, Pál apostol, ezzel kapcsolatosan mit mondott, mit tanított, az apostolok tudományára épül a keresztény élet és a keresztény közösség. Tehát ez van, beszélhetnek, amit akarnak, tudom, hogy vannak tévtanítások ezzel kapcsolatosan, de nincs ilyen, hogy a kegyelem meg a bűnbocsánat az akkor is megmarad az emberek életében, hogyha házasságtörők, parázna élnek, lopnak, csalnak, hazudnak, káromkodnak, gyűlölködnek, gyalázák egymást, stb. Ez természetesen az ilyen embereknek, ahogyha ráadásul megtérések után teszik, még súlyosabb ítélet elé kerülnek. A másik a pszichikai keresztény, akik ugyan vették a Szent Lelket, de alapvetően a keresztény életük pszichikai, értelmi képességeikre, tudásukra, akaraterejükre épül, és nem a természetületére, és nem a Szent Lélekre. A harmadik pedig, amire utaltam, amire szeretném, hogy minden jelenlevő, néző, hallgató, szellemi emberré váljon, ez egy folyamat is egyben, de Isten nagyon türelmes, ezt munkálja ki kegyelem által, ezért a Szentléleknek a bennünk lévő munkája, az nagyon fontos, hogy folytatódjon, mert hitáltal munkálkodik a Szentlélek továbbra is, a Szentlélek vétele után, és a Galatákhoz írt levélben Isten megígérte, hogy bőségesen ellát bennünket Isten Szentlélekkel, azért, hogy Istennek az ereje munkálkodjon bennünk, de hitnek a hallgatása által. Tehát a hitnek a hallgatása, vagyis Isten igéjének a hallgatása, és az Isten igéjébe vetett hit az állandóan mozgásba hozza az életedben, a szívedben a Szentléleknek a működését, sőt, egyre bőségesebb lesz a benned lévő Szentléleknek a jelenléte, és ennek a gyümölcse az lesz, hogy olyan dolgokból is megváltozol az életedben, a belső természetedben, amiről talán azt gondoltad, hogy soha életben nem tudsz megváltozni. Dicsőség az Úrnak, tehát, hogy sokszor az ember rosszul kezdi el az életét, de az Úrnak a kegyelme által dicsőségesen fejezi be az ember a pályafutását. Amen. Így legyen minden jelenlevő életében. Mindig az a lényeg, az ember számára nem az, hogy honnét jött, hanem hová megy. Hová megy, merre tartasz, milyen úton jársz, és az útnak mi a végállomása. Ez, ami eldönt. Istent ez érdekli. Bármilyen háttérből jössz, Isten kész a legrosszabb, leghátrányosabb háttérből is megszabadítani tégedet, különösen, hogyha a helyes utad választod a jövőddel kapcsolatosan. Tehát visszatérve, az aratásnak tehát három nagyon fontos korszaka van. Van, amelyik elkezdődött az első zsenge ünnepkor, ez volt az úgynevezett árpa zsengéjének a bemutatása,
ugye erre a napra esett a názáti Jézus Krisztusnak a föltámadása, vagyis ez az első korszak a názáti Jézus Krisztusnak már a földi szolgálata ideje alatt elkezdődött, mert legalábbis ezt egyértelművé tette a János evangélium 4. fejezetében, lapozzatok oda, kérlek benneteket, amikor Szamariában egy parázna házasságtörő asszonnyal, aki sokszoros visszaesői volt a házasságtörésben, de názáti Jézus Krisztussal való találkozáskor radikálisan megváltozott az élete, egészen biztos, hogy utána már nem vált el sohasem, és nem tört házasságot, mert megtalálta a megváltójában, a szabadítójában egyrészt a bűnbocsánatot, másrészt az örök életet, és Istennek a kegyelmét. János evangélium, tehát 4. fejezetének a 35. és a 36. verszaka következőt tartalmazza. Ti nem azt mondjátok, hogy még 4 hónap és eljön az aratás. Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeiteket, lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra, és aki arat, jutalmat nyer, örök életre gyümölcsöt gyűjt, hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen. Tehát ez a földi életében, ez az aratásnak a Jézus Krisztus földi életében az aratásnak az első korszaka elkezdődött. Más helyen az időknek a beteljesedéséről is szó van, egyértelmű, hogy egy korszak záródott le, a nemzet, és egyben indult el. Ennek az volt a célja tehát, hogy Isten elkezdje az embereket kihívni a bűneikből és vétkeikből, és megadja számukra a bűneiknek a bocsánatát és az örök életet. És a názáti Jézus Krisztus erről már bizonyságot tett, hogy a földi életében is nagyon sok bűnös hívott az Istennel való kapcsolatra, Istennel való közösségre, hogy az emberek megmeneküljenek a bűneiktől, illetve az Istennek a ítéletétől és a kárhozattól. A pünkösd ünnepek köztudottan a buza aratásnak a napjára esett. A buza aratáskor 2 dolog történt, illetve a úr előtti bemutatás más volt, mint a húsvétkor, akkor hogy közérthető legyen, így mondom. Tehát az első zsengének az ünnepére vonatkozik ez. Itt be kellett mutatni a buza a kalásznak az első zsengéjét, de egyben be kellett mutatni 2 kovászos kenyeret is. Mit jelent ez? A 2 kovászos kenyér és a buza kalásznak a zsengéjének a bemutatása. Nyilván az első az egy szent áldozat, ez az egyházra vonatkozik, mert az egyházat Isten igenis szentségre hívta el, mert szentség nélkül senki nem látta meg Istent. A 2 kovászos kenyér pedig a nemzeteket és Izraelt jelképezi, hogy ebben az aratási időszakban, tehát ami a pünkösd után elkezdődött, továbbra is a nemzetek és Izrael fölött a bűn uralkodik. De viszont ezzel szemben már létrejön a jövőre vonatkozó, vagy jövőre mutató olyan közösség, amelyben meg kell, hogy szűnjön a bűnnek az uralma, Isten részéről egyértelműen, tehát ő ezt lehetővé tette, de ehhez nyilvánvalóan az embereknek az együttműködésére is szükség van, hogy az emberek is, vagyis a hívők is, együttműködjenek a názáti Jézus Krisztussal, mert a názáti Jézus Krisztussal a vetett hit által szabadul meg az ember a bűnnek a rabszolgaságából, tehát megszűnik az ember fölött a bűnnek, és a halálnak is, a szellemi halálnak is az uralma, és ezekből az embereknek az összességéből tevődik össze Krisztusnak a teste. Tehát ez az a Pészákkor, illetve a hetek ünnepkor a buza kalász zsengéjének a bemutatása ezt jelképezte, hogy ez a korszak már elkezdődött, ez az egyház, akit Isten készít fel az ő eljövetelének a napjára, hogy dicsőségben és fedhetetlenségben és szentségben állítsa maga elé. De viszont a 2 más közösség, tehát a nemzetek és Izrael is még a kovászos kenyérnek a jelkép
jelképének, a jelentésének az uralma alatt áll, vagy mert a kovász az a bűnt jelképezi, a bűnnek az uralmát. És ez látjuk, hogy ez ennek megfelelően zajlik, még a napjainkban is, ez a korszak, és várjuk, hogy ennek a korszaknak vége legyen, és elinduljon a két kovászos kenyérnek is a megszentelődése, illetve a kovásztól való elválasztása, mert az ítélet az egyben a jónak és a rossznak az elválasztását is jelenti, és a kovász mindenféleképpen, minden Isten igéjének szerint elfogadhatatlan Isten előtt, hogy itt mégis így mutatták be a hetek ünnepkor az áldozatot két kovászos kenyérrel, az egyértelműen, hogy profétikus jelként kell érteni. Tehát, és ennek megfelelően tehát, ez a korszak is már egy aratási korszak. És Keresztelő János is a Szentlélekkel való betöltekezést az aratásnak a munkájával hozta összefüggésbe. Erre is szeretnék rámutatni a Máté evangélium 3. fejezetének a 11. és a 12. verszaka, hogy itt is egy aratási képpel illusztrálja a Szentléleknek a legalapvetőbb célját, illetve az eljövetelének a célját, amit a hívőkben el akar végezni. Tehát nem a nyelveken szólást emeli ki, meg a karizmáknak a működését, ezek is nagyon fontosak, de igazából a karizmáknak a működése pontosan a megtisztulást kell, hogy eredményezze a hívő embereknek az életében. Tehát Máté evangéliumnak a 3. fejezetében a következőt profétálja a Keresztelő János názáreti Jézus Krisztusról, 11. és a 12. verszak. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de utánam jő erősebb nálamnál, aki erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó, ő szent lélekkel, tűzzel keresztel majd titeket, csak helyesbítek a helyes fordítást, szent lélekben és tűzben, vagy szent szellemben és tűzben való alámerítésről van szó itt. Akinek szóró lapád van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, a gabonáját csőrbe takarítja, a pejvár pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Tehát mit emel ki itt Keresztelő Jánosnak a proféciája a Szentlélekkel való betöltekezéssel kapcsolatosan? Először is nyilvánvalóan, hogy rendkívül fontos a keresztényi válásnak ezt a természetotti eseményét is betölteni, ami elkülöníthető a megtéréstől, az újjászületéstől. Van, amikor természetesen Istennek a szuverenitása érvényesül, és azonnal kitárassza egy emberre, hívőre a megtéréskor, vagy a meggyőzuláskor a szent lelket, de általában az a tapasztalat, hogy az újjászületés, megtérés és a szent szellemben való alámerítkezés az két különálló természetfölötti esemény vagy karizmatikus megtapasztalás a hívő embereknek az életébe. És Péter apostol nyilvánvalóvá tette, hogy a keresztényi válásnak ez a három lépését se kikerülhetetlen, tehát a megtérés, a megkeresztelkedés a bűneinknek a bocsánatára, illetve a Szentlélek ajándékainak az elfogadása, vagy Szent Szellemben való alámerítkezés, ez a keresztényi válásnak az alap eseményei, tehát erre buzdítunk minden hívőt, minden keresztény, különösen ebben a profétikus időben, hogy ne próbálják akár felekezeti teológiákra, vagy tanításokra, vagy tradíciókra hivatkozva bármelyik lépést is kikerülni, mert ez az apostoloknak a rendtartása, és az apostolok azt meghatározták a keresztény életnek a fundamentumát, ezért mondja Pál apostol, ki meglássa, hogy hogyan épít rá. Ez világossá teszi, hogy a fundamentummal nincs gondunk, hanem a fundamentumot be kell építeni az életünkben, és ennek alapján kell az életünket, a gyakorlatunkat kiépíteni, de az apostoloknak a tudománya, apostoloknak a tanítása is természetesen a názáreti Jézus Krisztus evangéliuma alapján. Tehát ez a három alaplépés rendkívül fontos, és a Szentlélekkel való, vagy Szent Szellemben való alámerítkezéskor ugye hívőnek,
a szelleme, lelke, teste, minden területe a Szentlélek uralma alá kerül, és beszéltünk arról, hogy nyilvánvalóan a karizmatikus megtapasztalás az nem a természetes állapotot szolgálja ki, hanem kiemeli az ember szellemét és a lelkét a természetes állapotból, többnyire a legerőteljesebben az embernek a szellemét érinti meg, és ezért az embernek a szellemében olyan események is történhetnek, amely sokféle fizikai, érzelmi és más egyéb megnyilvánulásokat is képes produkálni, és így nyilvánul meg, például Szentléleknek az ajándéka is így nyilvánulnak meg, és így költözik be az emberben a Szentlélek. Nagyon nagy hangsúlyt tettek az elmúlt évtizedekben a szellemnek a gyümölcseire, szellemnek, illetve a szellem gyümölcseire kevésbé, a szellemnek a karizmáira nagyobb hangsúlyt tettek, de rendkívül fontos látni, hogy a keresztelő Jánosnak a kijelentése alapján az alapvető célja a Szentlélekkel való betörtekezésnek, a ember jellemének a formálása, hogy kiformálja az emberben, a hívő emberben azt a természetet, amely érték, Istennek az értéke alapján, vagy értékítélete alapján alkalmas az örök életre, az Isten dicsőségében való beköltözésre. Ezért látjuk, hogy egy mezőgazdasági, aratási képpel szimbolizálja a Szentléleknek a bennünk lakozását, illetve bennünk való munkáját, amire utaltam a Galatákhoz írt levélben, hogy ellát bennünket Isten bőségesen, azért, hogy erővel munkálkodjon a Szentlélek bennünk, hitáltal, és ez a belső munkának az egyik legalapvetőbb célja tehát az, hogy a gabonamag és a pejva a természetünkben, a szívünkben, lelkünkben, elménkben, akaratunkban, érzelmünkben, életvitelünkben, mert az életvitel az mindig a szívből származik. Ha az ember csak az életvitelét akarja megváltoztatni, a szívét nem, akkor sikertelen lesz természetesen az életvitelének a megváltoztatása. Az élet a szívből indul, az a forrása minden ember életének, ezért Isten elsősorban a minden embernek a szívét akarja megváltoztatni, hogy a szívbe bekerüljön Isten kegyelme, Istennek az uralma, Istennek a törvénye be legyen írva a szívünknek a hústáblájára, mert ha ez benn van egy belső meggyőződéssel, akkor természetesen sokkal könnyebb, vagy illetve nem csak könnyebb, hanem könnyű a názati Jézus Krisztussal együtt élni. Addig nehéz az embernek, amíg a szíve nincs helyen, a helyén, út félen van, vagy út mellett áll, de nem az úton van. Az út maga Jézus Krisztus. Azt mondja, én vagyok az út és az igazság. A szívünket erre az útra, Krisztusnak az útjára kell helyezni, hogy a szívünknek a középpontjában uralkodóként tudja kiépíteni a Szentlélek a názáreti Jézus Krisztusnak a jelenlétét. Azért, hogy utána folyamatosan, folyamként állandóan munkálkodjon bennünk a Szentlélek, hogy a pejvák, az értéktelen dolgok, amit Isten előtt értéktelennek, hitfánynak minősülnek, azok kikerüljenek a természetünkből, és az érték maradjon meg bennünk. A szóró lapát, ugye az az ítéletnek a jelképe, a régen a mezőgazdaságban ugye úgy volt, hogy először ugye ökrökkel taposták ki a gabonamagot, illetve a gabonaszárból a gabonamagot, utána a gabonamag kalászoknak a hordalékával össze volt keverve, és a szóráshoz alkalmas szélkor, ez nagyon fontos, hogy a szóráshoz alkalmas szél, ami azt jelentette, hogy többnyire éjjel vagy este volt ilyen szél, akkor a szórólapáttal földobták ezt a gabonamag és a pejva keveréket a levegőbe, és az a esti szél elfújta a pejvát a gabonamagról, a gabonamag és a pejvát két különböző helyre esett le. Utána természetesen az első feldobás után nem tisztult ki még a gabonamag, addig dobálták föl a levegőbe, tehát ez egy folyamat volt, amíg teljesen szét nem lett választva a gabonamag a pejvától. Ez is azt mutatja, hogy a Szentlélek sok munkát kell, hogy elvégezzen bennünk, sokszor fel kell dobni bennünket, meg le kell engedni bennünket a hegyen, völgyön,
a hegyre is fölemel, az Isten jelenlétébe, utána pedig levisz bennünket, azért, hogy ezeket a dolgokat kirázza a természetünkből, hogy megismerjük természetesen saját magunkat, hogy igazából kik vagyunk, mert egyébként egyik legnagyobb feladat az Isten megismerése után a saját természetünk, saját nekünk, a szívünknek a megismerése, mert az ember részében, a alkotó részeiben, a szellem, lélek, testben a legnehezebb megismerni a szívet, az a legnagyobb csalárt. Tehát azt tudja legjobban becsapni az embert a szíve. Ezt, ha nem hiszed el, akkor olvasd el elejétől fogva a Bibliát. És a Biblia erről beszél, és ezért a szívet akarja elérni, belelőni Isten a 12-es pontra, hogy eltalálja, a szíven lője az embert Isten igéjével, hogy soha ne tudjon kikerülni az ige az embernek a szívéből, úgy utána pedig az Istennek a szelleme fokozatosan uralmad vegyen az emberi szív fölött. Hidd el, hogyha erre elkötelezed magadat, átadod magadat feltétel nélkül Isten kezének, sokkal-sokkal magasabb szinten és sokkal kevesebb problémával fogod az Úrral való életedet bonyolítani, lefolytatni itt a földi életben. De ehhez ugye oda kell szállni az embernek, erre energia, idő kell, sok minden oda, be kell osztani az emberben. Az, hogy az első minden napon, időben és mindenféle, minden területen az Úré legyen, természetesen nem elhanyagolva a természetes feladatainkat sem. Na hát hajrá, magyarok! Ez az igazi győzelem, és ez az igazi bajnokság, mert itt olyan bajnok lesz, amely örök érvényű győzelmet fog jelenteni számodra. Nem mulandót, hanem örök érvényűt. Tehát a keresztelő János is tehát ezt az aratásnak a képét egyértelműen a hívőknek a megtisztítására vonatkoztatja, hogy a Szentlélek a bennünk legértékesebb munkája ez. Mert ha minőségi a jellemed, minőségi a természeted, tehát Krisztusi a természeted, akkor neked a jövőtől félned nem kell, oktalan lenne a félnél. Ha félsz, akkor gyere, kérj meg valakit, vagy engemet, kiüzön belőled a félelem démonát, kimegy belőled, és többet soha nem fogsz félni. Utána ugye megtörtént, hogy a gabonamag megy a csőrbe, ez azt jelenti, hogy ezek részülnek, tehát a minőségi emberek részesülnek, a keresztények, aki Krisztusé, így mondja más helyen Istennek az igéje, a elhívásuknak a beteljesedésében, a legcsodálatosabb isteni programban, ezek tartoznak az énoki nemzedékhez. Mert most Isten egy énoki nemzedéket épít ki a keresztény világon belül. Ez nem azt jelenti, hogy minden hívő ide fog tartozni, de minden hívőnek megvan ez a lehetősége, hogy az énoki generációhoz tartozzon. Énokról ugye megvan írva, hogy az Úrral járt. Az Úrral járt, és egyszer csak eltűnt. És keresték, és nem találták meg. És egyben proféta is volt Énok. Látjuk a Judás levelében az idézetet, az Énok könyve, most ezzel nem foglalkozunk, már hogy most az magával a könyvvel, de egyértelműen, hogy Pál használta az Énok könyvét, hogy most melyiket használta, ami most forgalomban van, az azonos-e azzal, nyilván hasonlóság van, de lehet, hogy nem teljesen azonos, amit Pál apostol ismert. Na, majd meglátjuk. De a lényeg az, hogy Isten énoki nemzedéket hoz ma létre. Olyan nemzedéket hoz létre, akik megértik a Szentléleknek a szavát, ami a csodálatos dalt énekeltünk, hogy a szeliden szól a szívhez az Úr, és ez így is van. Tehát ez az énoki generációhoz te is tartozhatsz, én is tartozok, ha tartozhatok, de a feltétele,
hogy egész életünkben az Úrral járjunk. Ha az Úrral járunk, akkor meg fog történni az, ami Énokkal is megtörtént, csak akkor egy egyedi, egy emberre vonatkozóan történt ez meg, hogy a halál fájdalmát kikerülte, és egyből az Úrhoz ragadtatott. Most pedig tömegek fognak részesülni Istenek ebből az ajándékából. Higgyétek el, óriási nagy áldást fog jelenteni azok számára, akik Istentől megkapják ezt az ajándékot. Erről aztán nem tudjuk azt mondani, hogy ez megvan nekünk. Én sem mondom ezt, hanem arra törekszek, hogy meglegyen. Tudom, hogy nem cselekedet által lehet megnyerni, hanem az első legfontosabb a hit, de a hit cselekedetek nélkül halott. Tehát hit és cselekedetek, ezek szükségesek ahhoz, hogy az énoki generációban megtalálja minden hívő a helyét, és ne csalódjon, ne érje őt csalódás, ne zárt kapukkal kelljen szembesülnie, és ne kelljen hivatkozni olyan dolgokra, amiről látjuk a Máté 7-ben, vagy akár a Máté 25-ben erre utalást, hogy lesznek, akik sajnos későn ébrednek fel, és későn döbbennek rá, hogy mi sem a nagyszerű lehetőségük lett volna, hogyha teljes mértékben, teljes szívükkel, lelkükkel, minden erejükkel az Urat szerették volna. És ebből okuljál, és ne tékozold ezt a csodálatos kegyelmi időszakot, ami most van. Ahogy mondtam, rendkívül kegyelem előtt áll ez a generáció, de rendkívül nagy ítélet előtt is áll. Nem tudom megmondani, így általánosságba véve, hogy most a fiatalokra áldás vár, vagy pedig ítélet vár, mert nagyon nehéz erről így általánosságban beszélni, mert rendkívül kulcsfontosságú szerepet játszik az egyéni személyes döntések. Hogy valaki személyesen hogy él, milyenek a választása az életében, milyen a viszonya az Úrral folyamatosan, és egészen biztos, hogyha folyamatosan az Úrral jársz, Énokhoz hasonlóan, akkor nem fogsz csalódni. Az ígéretek beteljesednek az életedben is, és részese vagy annak a csodálatos generációnak, amit joggal nevezünk most énoki generációnak. Tehát az Isten ebben az aratás időben a gabonamagot és a pejvát, az értéktelen hitfány dolgokat, a szalmát, szénát, pozlóját, egy másfélyen Pál apostol így sorolja fel. Ezt már nem csak az Úrral való találkozáskor, hanem már kész a földi életünkben is elválasztani a természetünkben. És ebben kulcs szerepet játszik a Szentléleknek a munkája, a Szentléleknek a bennünk való lakozása. Ezért ne engedd meg azt, hogy a Szentlélek munkája megálljon benned, ne szomorítsd meg a Szent Lelket, ne oldsd meg a Szentléleknek a benned lévő tüzét, sőt, hogyha lankad a tűz, akkor tegyél rá fát, és szítsd föl. Tehát a fát Istennek az igéjével szítsd föl, gerjeszd föl a benned lévő kegyelmi ajándékot, hogy a tűz, az Istennek a szeretetének a tűze újra fölrobbanjon benned, és tudjad az Úrnak a szeretetét viszonozni az Istennek, mert ő mindegyikünket előbb szerette, mint ahogy mi azt viszonyultuk, ahogy azt viszonoztuk volna. Tehát visszatérve, ez egy rendkívül fontos időszak mindegyikünk számára, és bízok benne, hogy a jelenlevőknek a döntő többsége, de azt szeretném, hogy mindenki ebbe a csodálatos kegyelembe tartozzon. A János Evangélium 16. fejezete is tartalmazza a Szentléleknek a rendkívül fontos munkáját, ami egy igazságszolgáltatáshoz tartozó kifejezéssel írja le a Szentléleknek a világban történő munkáját a János Evangélium 16. fejezetében, amely így szól a 8. és a 18. versszakban, tehát az aratás munkája kor, hogy a Szentlélek
mert mi, ahogy elkezdtem, az első legfontosabb megszentelő személy az életünkben a Szentlélek személye. Ezért a Szentlélek felé légy nyitott, és folyamatosan tügyelj arra, hogy a Szentléleknek a kiáldalása folyama, az ne rekedjen meg, ne szomorítsd meg a Szent Lelket, állandóan élő legyen a Szentléleknek a benned lévő működése, munkája, mert Jézus Krisztus arról beszélt, hogy az élő vizeknek a folyamai ömlenek a belsejébe. Tehát ne csak arra tedd a hangsúlyt, hogy te százezereknek akarsz prédikálni, meg százezereknek akarod az evangéliumot megismertetni, hanem a legfontosabb cél, hogy az én életemben az ó természetem elhaljon, és az ó természetem helyére egy új természet épüljön ki, és érje el a teljességet, amelyet Isten igazságban és valóságban szentségben hoz létre. Ez a legfontosabb feladata a Szentléleknek a munka az életünkben. És ezért a Szentlélek fele nyitottak kell lenni, mert másképpen ez nem valósul meg. A Szentlélek a szentségnek a szelleme. 1 Korintus 6-ban is látjuk, hogy Pál apostol felsorolja, Korintus rendkívül liberális város volt. Ott már mindezek a problémák nyilván előképszerűen jelen voltak, mint a mostani nyugati kultúrában. Homoszexualitás, biszexualitás, leszbikusság, transvestiták voltak, mindenkik voltak. És az az érdekes, az is fontos, hogy mindezekből a háttérből nagyon sokan megtértek. A város egyébként tele volt bordélyázakkal, ugye már kikötő város volt, és sokszor ott teleltek a hajósok, és ugye el kellett ütni valahogy az időt, és hát többnyire a bordélyházakba töltötték el az idejüket, és rendkívül romlott volt a város. Ez az érdekes, hogy szinte ott volt az egyik legnagyobb ébredés Korintusban, a Szentléleknek az ereje hatalmasan kiárat, és Pál apostol azt mondja neki, hogy a szentség szelleme által megszentelt benneteket. Hogy régen paráznák voltatok, puják voltatok, férfi szeplősít voltatok, ez, amaz, tehát a szexuális erkölcstelenségnek a legszélsőségesebb formáit sorolja föl, és a szentségnek a szelleme megszentelt benneteket. Dicsőség az Úrnak. Ha ezt megtette ókorban, akkor ugyanezt a szellemmel vagyunk megitatva, akkor ezt megteszi ma is. De az első, a legfontosabb a Szentlélek számára, a munkája számára, hogy meggyőzze az embereket azokról a célokról, dolgokról, amit például a János evangélium 16. fejezete tartalmaz, 8-11. verszakban, és az, amikor eljön, megfedi a világot, bűn, igazság, ítélet tekintetében, bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem, az igazság tekintetében, hogy én az atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem. Ítélet tekintetében pedig, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Tehát itt a megfedés, ugye keresik a fordítók, hogy mi a megfelelő szó, milyen megfelelő magyar szóval lehet visszaadni az eredeti kifejezést. Pontosan nincs a magyarban egy olyan kifejezés, ami ezt pontosan visszaadna, de egyben megegyezünk, hogy az igazság szolgáltatással áll összefüggésben. Tehát a vád emelés is beletartozik, és beletartozik a bizonyítás is, hogy meggyőzés bizonyítani. Mit akar a Szentlélek elsősorban bizonyítani ma? Az elsősorban azt akarja bizonyítani, hogy a világ bajainak, nyomorúságainak, szenvedéseinek a fő oka a hitetlenség. Az, hogy a názáti Jézus Krisztus személyében nem hisznek, nem hiszik el, hogy a názáti Jézus Krisztus golgotai kereszt áldozata és föltámadása által meg van váltva a világ. És azért nem hiszik el, mert ez a tény nem látható. Mert a názáti Jézus Krisztus kivonult a világból, és mivel, hogy a názáti Jézus személye maga a győzelem, maga a názáti Jézus Krisztus személye képviseli és tölti be az engesztelő áldozatot is, és a föltámadását is, tehát a győzelmet is, ezért nyilvánvalóan, hogy ez csak hit által lehet megismerni, mert nem látható. Mondjuk közösen a hit, az nem látott dolgokról való meggyőződés, reménylet dolgoknak a valósága.
És a hitünknek tehát a legfontosabb tartalma a názáti Jézus Krisztus engesztelő áldozata és föltámadása. Mire kivonult a világból, ezért csak hitáltal ismerhető meg. Első a hit, utána a megismerés, de nem fordítva. Nem lehet megismerni hit nélkül. Ezért a Szentléleknek az egyik legfontosabb munkája, hogy a hitre vezessen bennünket, illetve meggyőzze a világot, hogy a bajainak, a gondjainak, de egyéneket is, meggyőzze a problémát, ami van az életedben, döntően a hitetlenségből származik. Mindig tiltakoznak ezzel, hogy nem igaz. Hát akkor mondjál nekem, olvasd el még egyszer, többször a Bibliát. Ha tudsz ennél egy jobb receptet adni, szívesen elfogadom, mert gyakran a hitért harcolni kell sok nehéz helyzetben, mert nem lehet másképp ma elnyerni Istentől azokat a javakat, azokat az áldásokat, amit tényszerűen megszerzett az engesztelő áldozata és föltámadása által. Tehát, hogyha valaki tud más utat, az hazudik. Nincs más út. A többi vallás más utat ajánl, ezért a hitelességével kapcsolatosan komoly kételyek vannak bennem. Valamikor végig gondoltam az egészet, és rájöttem arra, hogy a legfontosabb dolgokat kihagyják. Olyan ismeretlen sokaknál. Például itt van az iszlám, ami sajnos legyőzi a Európát, ha ez így megy, és teljesen megszünteti a keresztény kultúrát. Nincs esélye a keresztény kultúrának, ha egy természet fölöttire, Isten erejére épülő erős kereszténység nem jön létre Európába, akkor Európa veszített. Már nagyon-nagyon nagy hátrányban van. Miért? Mert az iszlámban van természet fölötti erő. Ez a helyzet. A tagadásban mindig van természet fölötti erő. Mert a tagadásnak a forrása az maga a sátán. Hát hogy léped be az ember történetébe? Nem haltok meg. Tehát tagadás. És mai kultúrában a tagadás, akár Isten létezésének a tagadása, akár a názáti Jézus Krisztus engesztelő áldozatának, föltámadásának a tagadása, aznak meg olyan erős gondolati rendszerekre lett képítve, amely óriási nagy társadalmi megbecsülést és tiszteletet szerzett meg, és tulajdonképpen ezzel lökték Európát a lejtőre. És ezzel lefegyverezték Európát az iszlám előtt. És nem, mostani vonatkozásban nyugodjatok meg, nem lehet se hatalmi eszközökkel, semmivel ezt a helyzetet már megfordítani. Ez elment ez a szerelvény. Ez csak egyetlen egy módon lehetne, hogyha nagy méretekben Isten természetfölötti ereje, Szentlélek rárad Európára, és helyreállítja azt a fajta kereszténységet, amit az apostolok, pontosabban Pál apostol Európára hagyományozott. Meg vagyok róla győződve, nincs más megoldása a mostani problémáknak. De ahhoz a keresztényeknek is nagyon meg kell változni, hogy ne tiszteljenek és ne becsüljenek olyan gondolati rendszereket, amely maga az istentelenségen és az antikrisztusi alapelven épül föl. Amen. De hát gyakran azt tapasztaltam az elmúlt évtizedekben, különösen gyakran materialista, ateista háttérbevő embereknél, hogy még utána is nagyobb volt bennük az ateista, materialista, dialektikus materialista, szocialista, kommunista ideológiák iránti tisztelet, mint az Isten igéje iránti tisztelet. Ha kettő konfliktusban volt, nagyon sok ilyen háttérből ember inkább a kommunista, marxista előítéletekhez kapcsolódtak is, és ezért tört meg a hívő életükben az a pálya, ami elindult megtéréskor. A tagadásban
a nagyon erős természetfölti erő van. Így jött be a sátán, így szerezte meg a sátán Éván és Ádámon a hatalmát, és különösen a názáreti Jézus Krisztusnak a föltámadása után, hogy azonnal elkezdték megtagadni a názáreti Jézus föltámadását, hogy ez hazugság, elaludtak a őrök, és ellopták az apostolok a názáreti Jézus holttestét. És ez a hazugság különböző verzióval, meg más formában, tulajdonképpen napjainkig jelen van, sőt, Európát a különösen első világháborútól egyre nagyobb mértékben leuralta. Most erre rájön egy olyan vallási rendszer, amely a legradikálisabb tagadáson áll, tehát ezért mondtam, hogy ebben sokkal erősebb szellem van, ebben az Antikrisztus szelleme van benne. Mondjuk ki? És ezért fontos ma, hogy Istennek a szellemével betöltekezzenek a hívők, megértsék, hogy elengedhetetlen szükség van a kereszténységnek alapvető, fundamentális megreformálására, visszatérés a Szentlélekhez, visszatérés Istennek az igéjéhez, mert csak ez adhat reménységet, és nagyon jól teszitek, hogy ti erre az útra ráléptetek, de maradjatok ezen az úton, sőt, növekedjetek az Úrnak a kegyelmében, szeretetében, mert csak ezen az úton tudtok megállni és győztesek lenni, és a kegyelemnek az uralma így fog az életetekben növekedni. Tehát a baj, a probléma, a hitetlenség. Tulajdonképpen minden bűnt, a Szentlélek káromlását leszámítva, kész az Úr megbocsátani. De ha az ember hitetlen, akkor a legkisebb bűn sem bocsátatik meg. Tehát, hogy erkölcsösen leél az ember, csak annyi van benne, hogy annyit követett el az életébe, hogy nem hisz Jézus Krisztus engesztelő áldozatába. Ez már bőségesen elégséges arra, hogy az élete hiába való legyen. Ez a probléma, ez az ember tragédiája. Tehát ezért az első munkája a Szentlélek a hit, hit, hit. És örülök, hogy a nevünkben szerepel a hit, és ennek nagyon fontos, hogy valósága is legyen személyes életünkben, családtagjaink életében, közösségek életében. Meg kell tanítani az embereket a bibliai hitre. A hit hegyeket mozgít, ahogy szoktuk ezt énekelni. A másik ugye az igazságosság. Az igazságosság kétféle, itt is kétféle tartalma van ennek, hogy a megigazulást is eredményezi, hogyha hit van, de ha nincs hit, akkor természetesen a büntetést eredményezi, vagy kegyelmet hoz az igazságosság, vagy pedig jogos ítéletet hoz az igazságosság. Ez így működik. A harmadik nagyon fontos meggyőzése, ami szintén óriási nehézségbe ütközik ma Európában, hogy meggyőzze az embereket arról, hogy ennek a világnak a vezetője nem a semmi, nem az emberek, nem is az Isten, hanem az Istennek az ellensége, az ördög, vagy pontosabban bibliai névvel, a diabolosz, a sátán, ez a világnak a fejedelme. Hogy miért hagyta meg Jézus Krisztus őt ebbe pozícióba, holott legyőzte és ítélet alá helyezte, pontosan ez a hozzátartozik az igazságossághoz, mert ha a világnak nem kellett a názáreti Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozata, akkor teljesen jogos volt és igazságos volt Isten bánásmódja, hogy kiemelte Jézus Krisztus az engesztelő művével együtt a mennyekbe, hogy aki hisz benne, az részesüljön Isten kegyelmébe, aki nem hisz, annak ellenére, hogy Isten a tűztavát, tehát a gehennát nem az embernek teremtette, hanem a sátánnak és az angyalainak, de ha az ember ezekkel azonosul, akkor az azonosulásnak a következménye az, hogy a sorsát is, a sorsközösség is létrejön, az lázadó ember és az ítélet alatt lévő gonosz között. Tehát
ugyanabból a sorsból részesülnek. És ezért szólítjuk fel az embereket, hogy emberek, Isten csodálatos szövetséget ajánl nektek, és ajánl neked, hogy lépjél ki a sátánnal való szövetséggel, szakítsd meg az ördöggel való kapcsolatodat, fordítsad hátat a bűnnek, mert aki a bűn szolgálja, az ördög a bűnben lelezzik, fordíts ennek hátat, és szolgáld az Urat teljes szívedből, lelkedből, mert akkor nem az ördögnek a sorsából lesz a részed, hanem a názati Jézus Krisztusnak a sorsa lesz a te sorsod, vagyis az Istennek a jelenléte, Istennek a dicsősége. Ezeket a Szentlélek működi munkája, és különösen fontos ma, hogy erről meggyőző, mert nem lehet ma már meggyőzni az embereket, olyan mély és olyan beteljesedés stádiumban van a lázadás, hogy ebből a lázadásból, ha most a különböző tévtanításokat és hamis dolgokat, hitetéseket figyelmen kívül hagyjuk, maga a törvénytelenségnek az állapota is olyan mély, hogy ehhez is szükséges, hogy Istennek az ereje és természetüti kegyelme beavatkozzon az embernek az életébe, hogy ki tudjon jönni, mert nem elégséges csak a döntés, hanem fontos az, hogy az emberek ki is tudjanak jönni. A következő megszentelő eszköz természetesen Istennek az igéje, tehát ez végzi, az Istennek az igéje, ahogy mondja a zsidókhoz itt levél 4. fejezetében, Isten igéje élő, energikus, elhat a szív, a lélek, vagy szétválaszza a szívet, illetve szellemet a lélektől, elhat a csontvelők is, ízekig is, valamint megítéli a szívnek a gondolatait, szívnek a terveit, a szívnek a rossz szándékait, tehát erre vonatkozik, hogy az Istennek az igéje. Tehát Jézus erről beszél, hogy az igé víznek a fürdőjével, Istennek az igéje által szentel meg bennünket Isten. Tehát a két megszentelő eszköz ma, az első a Szentlélek, persze ezek mindig együtt működnek, nehéz ilyen módon sorrendet mondani, és ezt nem is így kell mereven szétválasztani, a másik a Isten igéje, a harmadik pedig a te együttműködésed. Mert ha te nem működsz együtt a Szentlélekkel, Isten igéjével, akkor természetesen ezek a belső ítéletek, amit az embernek gyakorolnia kell a szellemi életében saját maga természete fölött, gondolatai fölött, indulatai fölött, akkor ezek nem valósulnak meg. Mert a Szentlélek se Isten igéje automatikusan nem működik bennünk, hanem Pál apostol világossá teszi az 1 Korintus 11-ben, hogyha megítéljük magunkat, akkor a világgal nem kárhoztatunk el, vagyis büntető ítélet alól megszabadulunk. Tehát ezért nem kell megijedni, hogyha olyant olvasol a Bibliából otthon, amitől föltámad a lelkiismereten, nem kell azt lefolytani, hanem szembe kell nézni, értelmezni kell, hogy vajon ez tényleg nekem szól, hogy valóban vannak ilyen problémáim. Egészen biztos, hogy ha nem folytod le, akkor elismered. Ez az első lépés. A másik, hogy ezzel fölött erkölcsi és szellemi ítéletet gyakorolsz, megbánod, megvallod, kiveted. Így tisztul az embernek a természete. Van, amikor az Ura kimutatja, hogy túl nagy az egót, és nagyon beárnyékolja a Szentléleknek a jelenlétét. Máskor megmutatja, hogy túl érzékeny vagy. Ebben a szituációban Jézus nem sértődött volna meg, vagy biztos, hogy megbocsátod volna azonnal. Vagy a gondolatai túl sok paranoid kényszerképzeted vannak, és állandóan gyanakszol emberekre, és mérgezed a kapcsolataidat. Tehát a Szentlélek ezeket mind mélyen leleplezi. Vagy a szívedből leleplezi az, hogy olyan kielégületlen még a szeretet éjséged, olyan szeretetlen vagy a szíved mélye, most ez nem rád vonatkozik, tehát szeretetlen mély van, hogy akár milyen áldást kapsz, és akár milyen tiszteletet kapsz emberektől, belül nincs elégedettség. Miért vagyok ilyen elégedetlen? Miért ilyen nyugtalan a szívem mindig? Sikeres vagyok, áldott vagyok.
és belül mégis zakatol valami. Ez a szeretetnek a hiánya. És ennek megvan általában az oka. Lehet család, kisgyerekkor. Tehát olyan traumák, amiket nem dolgoztál föl, nem vetetted ki, nem értelmezted, nem dobtad ki magadból, amit ki akar venni Isten belőled. Hogy elfogad azt belül, hogy Istennek a szeretet embere vagy. Hogy szeretett emberként tudjál Istennel járni. Mert akkor ez erre az elégedettségre szert tesz a szellemed, akkor ez a nyugtalanság megszűnik, és tudod az Istennek a hűségét, áldását élvezni, és tudod ezért dicsérni az Urat, és tudsz örvendezni. Vagy a szeretetlenség. Anyád, apád megsértett úgy gyerekkorodban, hogy mély fájdalmat okozott, azt elfelejtetted. Vagy akár árván nőni fel. Apai szeretet nélkül. Tehát az elfogadás hiányzik. És persze a sikerrel lehet sok mindent orvosolni, de ez az érdekes, hogy mégse oldja meg a siker, a gazdagság, semmi, amit megnyer az ember a külső életbe, ezt a belső problémát. De hála Istennek, a Szentlélek megoldja. A názáreti Jézus Krisztus nevében. Tehát ezért ezeket a dolgokat, akár nagy dolgok, akár kicsi dolgok, akár lelki, akár szellemi, akár fizikai, ezeket a Szentlélek ki akarja tisztítani az életünkbe, hogy a pejva az menjen a tűzbe, már most, és ne én menjek a tűzbe, a legfeljebb az Úr dicsőségének a tüzébe, de mindenféleképpen arra hívott el bennünket az Úr, hogy megjelenjünk szeplő és sömör nélkül az ő dicsőségébe. És ezzel vége lesz az aratás első szakaszának. És utána jön a jelenések könyve 14. fejezete, most látom, hogy az időnk megy, de az a helyzet, hogy úgy érzem, hogy feltétlenül fontos volt, hogy az egyház, amit benne vagyunk, ez is egy aratás ideje, ez ahogy utaltam rá, az árpa aratásnak a korszaka, és egyben a buza aratásnak is a korszaka, de itt a buza aratásnál ugye már van egy kettőség, hogy egyik része, illetve az Izrael is, a nemzetek is a bűn alatt maradnak ebben az ajomba korszakban, legalábbis a korszak a végéig, de viszont azok az igazak, akik akár zsidók, akár nemzetiekhez tartoznak, akik kegyelmet befogadják, azok viszont már most a Úr számára szentek tudnak lenni, és ők fogják legelőször meglátni az Úrnak a dicsőségét, és szentség nélkül senki nem látja meg az Urat. Nos, a 14. fejezet, tehát az első része, az talányos, mert nagy különbség van, ha figyelmesen elolvasod, az első szakasz és a második szakasz között. A két nagy különbség, hogy az első szakaszban nem szerepel a szőlő, hanem földnek aratni valója, a második szakaszban szerepel a szőlő, ezek is az külön szőlő az jelkép. A másik nagy különbség, hogy az első szakaszban túlérett aratni való van, tehát ami magyarban úgy van lefordítva száraz, tehát már le kellett volna aratni, de valami miatt elmaradt az aratás. A másik pedig érett állapotban, tehát a mege idejében lesz learadva, ez a nagy különbség. A harmadik nagy különbség, hogy az első szakaszban az aratás nem az Istennek a haragja motiválja, de a végső aratást pedig az Istennek a haragja motiválja, és ez óriási különbséget jelent, tehát nem ugyanarról az eseményről van szó, vagy nem ugyanarra a közösségre vonatkozó eseményről van szó, hanem különböző eseményről. Hogy melyik az első,
tekintettel arra, hogy rövid az idő. Erről majd részletesebben fogok beszélni, mert úgy érzem, ezek nagyon fontosak. Jeremiás beszél egyik helyen, hogy Izraelnek elmaradt az aratása, és az aratás helyett egy másik helyen mondja, hogy tövist arattak le, de nem történt meg az aratás. Tehát, és a másik helyen Izajás 17 is beszél egy aratásról, Izraelre vonatkozóan, hogy azt igazából olyannak nevezi azt az aratás, amely egy nagy megrázkódtatás után történik meg, amikor az aratás után ugye van, hogy learatják a gabonát, és utána van az elhult kalászoknak a mezgérlésnek mondják ezt régen, tehát összeszedése, amit ugye megengedte Isten, hogy össze legyenek szedve, vagy az olajbogyónak az aratásával is összeveti, amikor egy-két bogyót gyűjtenek össze az aratáskor. Ez tehát azt jelzi, hogy ugyan nem haragból történik, de egy hatalmas nagy történelmi során, egy nagy megtisztulás sorozata eredményeképpen történik a Földnek a learatása, és minden valószínűség szerint ez Izraelre vonatkozik, hogy Izraelnek az aratása az természetesen nem Isten haragjából történik, hanem az atyák ígéretéhez ragaszkodik Isten, és ennek az ígéreteket fogja megvalósítani, és ennek is látjuk már az előkészületét. De erre még visszatérünk. Mennyi atyánk, a názeti Jézus Krisztus nevében hálát adunk neked, hogy már az aratás idejében élünk, és azt mondtad, Uram, hogy aki arat, az jutalmat nyer az örök életre. Adjál, Uram, kegyelmet mindenkinek, hogy először is mindenki a te magtáradba éljen, vagyis a te házadban, a te kegyelmed uralma alatt, és a veled való együtt élésben tudjanak növekedni Isten ismeretben, hitben, reménységben, szeretetben, igazságban, hogy a természetük teljes mértékben megszentelődjön, megtisztuljon, és bennük a Szentléleknek a munkája folyamatosan erősödjön, növekedjen, és ne szomorodjon meg a Szentlélek. Ezért kérlek, Uram, hogy tedd képessé őket szellemükben, lelkükben a Szentlélekkel való együttműködésre, és rombold le a Szent Szellem személye iránti vakságot, érzéketlenséget a lelkükben, szívükben, képességeikben, és áld meg a képességeiket, tedd őket olyanná, hogy ráhangolódjanak a Szentléleknek a személyére, hogy a Szentlélek tudja őket használni, és a képességeik szellemi, lelki, fizikai területen is egyaránt a Szentléleknek a mozgása, működése alá tudjon kerülni, alá tudják magukat vetni szívükben, lelkükben, és az egész személyiségükben a Szentléleknek a kiáradásának, munkájának, hogy érett, áldott, hívő embereké váljanak, szellemi embereké, és könyörgök hozzád, Uram, hogy akik még testi módon élnek, adj nekik kegyelmet, hogy hátat fordítsanak a testi életnek, adj nekik ehhez erőt, és adjál nekik képességet, és a lelkiismeretüket, a szellemüket elevenítsd meg, de az igazság erkölcsi értékítéletre, az igazságosság alapján tedd őket képessé, hogy ha szükséges és szólsz hozzájuk a szívükhöz, lelkükhöz, akkor ne keményedjen meg a szívük, hanem megítéljék az életükben mindazokat a pejvákat, értéktelen dolgokat, hiába valóságokat, amelyek a lelküket, a szellemüket, a testüket akadályozza abban, hogy a Szentléleknek az uralma alá kerüljenek, és a Szent Szellemnek az uralma alatt éljenek. Külön könyörgök, Uram, hogy a hitüket erősítsd meg a szívükben, hogy a szívük teljes mértékben a hit szellemének az uralma alá kerüljön. Törd meg a szívükbe, elméjükben a hitetlenségnek az erőit, ad a gondolatrendszereken, amelyek a hitetlenségre akarják őket vissza és vissza lökni. Ebből a gondolati rendszerekből adjál, Uram, nekik erőt, hogy ki tudjanak törni. Rombold le ezeket a magaslatokat, erődítményeket a fejükben, a fejük fölött lévő erőket, sötét erőket. Tüntesd el a levegő égben is, ami a fejük fölött van,
hogy át tudjon törni a Szentlélek a fejük fölött is, hogy a fejük bubjától a lábuk talpáig a Szentlélek ereje, hatalma, uralma alá tudja helyezni a teljes személyiségüket. Dicsérünk és áldunk téged, Uram, hogy elhívtál bennünket az üdvösségre, a szabadulásra, ezért könyörgök hozzád, Uram, hogy támogass minden jelenlevőt az engedelmesség szellemével, hogy senki ne legyen engedetlen a mennyi látásra, hanem betöltse mindenki az elhívását, és senki ne fordítson hátat a te neked, és ne vegye le senki a kezét az eke szarváról, a názati Jézus hatalmas nevében. Akinek a neve legyen áldott most és mindörökké, a názati Jézus nevében. Amen. Amen.